balra az LMP, jobbra a Jobbik vezetői, középen Puzsér Róbert. A független jelölt üzenete egyértelmű, a centrum irányából váltaná le a főpolgármesteri posztról Tarlós Istvánt. Hogyha minden egyes ellenzéki párt saját jelölttel állna elő, akkor az gyakorlatilag biztos, hogy Tarlós Istvánnak a korlátlan és biztos további regnálását jelenteni. Ezzel magyarázza a Jobbik, hogy nem állított önálló főpolgármester jelöltet az önkormányzati választáson. Orbán Viktor tavaly októberben jelentette be, hogy a kormánypártok újra Tarlós Istvánt indítják a posztért. Ezután az ellenzéki pártok egyetértettek abban, hogy csak akkor van esélyük leváltani, ha meg tudnak egyezni egy közös kihívóban. Évelején a szocialista Horváth Csabát előválasztáson győzte le a Párbeszéd politikusa Karácsony Gergely. Nyáron a második fordulóban vele mérkőzik meg Puzsér Róbert, azonban ehhez több feltételt is szabott. A választás ne pártirodákban legyen, a részvétel érje el az 50 ezer főt, és lehessen interneten is szavazni. Puzsér Róbert azt mondja, hogy a Hódmezővásárhelyi példa is megmutatta, csak egy centrumból érkező jelölt győzhető le a Fidesz, ezért az általa régi baloldalnak hívott pártok szimpatizánsaitól is azt kéri, hogy őt támogassák. Legfeljebb csipeszt raknak az orrukra, fölhúznak egy gumikesztyűt, és szavaznak. A Momentum egyelőre nem döntötte el, hogy kit támogat, ám Puzsér Róbert rájuk is számít a szövetségben. Ez a centrum, amit most képzünk, ez nem egy langyos posvány. Ez egy érdes, ez egy kérges, keményen önérdekérvényesítő identitásharc a következő hónapok során, amire készülünk. Arra készülünk, hogy mindkét kurzusnak keresztbe álljunk a torkán. Megkerestük a Fideszt is, hogy mit gondolnak a Jobbik döntéséről, de adásunkig nem válaszoltak.